Elérkezett az esztendő vége, ilyenkor megjelennek a petárdák. Ilyenkor a tűzijátékot kedvelők és azokat ellenzők is hallatják hangukat. A petárda árusok elmondása szerint kizárólag nagykorúak vásárolhatják meg azokat, vagy olyan kiskorúak, akik nagykorú felügyelete mellett érkeznek. Én nem használom, mert veszélyesnek tartom. Kisgyerekek használják, főleg ilyen fiatalabb korosztály. A törvény szerint minden pirotechnikai terméket árusító személynek engedéllyel kell rendelkeznie ahhoz, hogy árulja ezeket a termékeket, valamint minden szükséges elővigyázatosságról tájékoztatniuk kell a vásárlóikat. A piacon több eladó is árul pirotechnikai termékeket, akik állítólag engedéllyel rendelkeznek, de arcukat viszont nem vállalták. A Belügyminisztérium minden évben felhívja az emberek figyelmét arra, hogy ne vásároljanak pirotechnikai eszközöket sem az utcán, sem pedig a piacon. Amennyiben mégis szeretnének dúrogtatni, szaküzletben szerezzék be ezeket a termékeket. Petárdát azt igen, azt tiltom, mivel megsérülhetnek a gyerekek is, meg hát tűzt is okozhat. December elejétől egészen január közepéig kaphatók petárdák és tűzijátékok, ugyanis ilyenkor a legkelendőbbek. A szülők tiltják, az elárusítók állításuk szerint nem adnak el belőlük kiskorúaknak. A kapható robbanószerek legtöbbje mégis a gyermekek zsebében lapul. Már bele remegek, már hallom, hogy dobálják, és hol van még az új év. A rendőrök arra is figyelmeztetnek, hogy fokozottan ügyeljenek arra, hogy szakszerűen alkalmazzák a tűzijátékot, ugyanis maradandó sérüléseket okozhatnak.